Elhelyezték a Halhatatlanok Társulata legújabb tagjainak lábnyomát a pesti Broadway-on, az Operettszínház előtt. A Halhatatlanok Társulatát a Magyar Televízió egykori kulturális műsorszerkesztősége hozta létre, tavaly pedig 5 év kihagyás után az ATV-n indult újra. Ikonikus része a Nagymező utcának az Operettszínház és környéke, vagyis a pesti Broadway, ahol egymást követik a színházak, gyakran találkozni ott színészekkel, rendezőkkel. Aki viszont ma arra járt, egészen biztos lehetett abban, hogy összefut valamelyik művésszel. Ma helyezték el a Halhatatlanok Társulatának legújabb tagjainak lábnyomait. Ünnepelni gyűltünk össze, és tiszteletünket kifejezni a színházi világ, a magyar kultúra egyik oszlopa legkitűnőbb tagjai előtt. Olyan pillérei ők a magyar kultúrának, akiket a közönség épp úgy rajongásig szeret, mint ahogy a szakma, a saját kollégáik megbecsüléssel tisztelnek. Az új tagok Rudolf Péter, Szacsvai László, Lázár Kati, Tiboldi Mária, Bodor Johanna, Zsurevszki Zoltán, Zempléni Mária, Bede Fazekas Csaba. A Vígszínház igazgatója úgy érzi, a tagsággal egy olyan névsorba került, akik miatt az egész szakmát érdemes csinálni. Én felnőttem, és akik bennem már halhatatlanok voltak, ameddig én vagyok, ők vannak, mert filmek, filmkockák, zenék, ugrások, táncosok és barátaim, akiket élőben is láthattam, van, akik csak nagy megtiszteltetés volt egyáltalán filmen látni. Nyilván az ember ettől meghatódik, természetesen. Szacsvai László megtiszteltetést érez, mert ez a díj számára a nézők szeretetét is jelenti. Ez nem egy állami díj, ez... Mert hogy mondjam, ilyen állakosút, meg stb. Díjak, nem azért dolgozik az ember, hanem vagy próbálkozik a színészettel, hogy úgy mondjam, hanem a néző szereteté. És hát, hogyha ezektől kap az ember visszajelzést, az nagy dolog. Szinetár Miklós, a Halhatatlanok Társulatának kuratóriumi elnöke. Szerinte azért is fontos ez a díj, mert ha valaki arra jár, ahol ezek a lábnyomok vannak, de nem tudja, kik azok, akiknek a neveit látja, esetleg felkelti az érdeklődését, és később utána néz. Tudja, ez úgy van, mint hogy van egy nagy tér Pesten, a Blaha Lujza tér, és ott jár a metró 10 000 naponta. A többsége nem tudja, hogy ki az a Blaha Lujza, de talán lesz, aki rákérdez, hogy ki is az a Blaha. Na most itt is, ha valaki meglátja ezeket a lábnyomokat a pesti Broadway-n, itt a Nagymező utcában, talán rákérdez majd, hogy ki is ez, ki is volt ez. És ez biztosít egy fennmaradást. Az új díjazottakkal Rónai Egon készített interjúkat, amelyeket a Húzós című műsorban láthatnak péntek esténként.